Pár napja az utcán, amikor egyedül hazafelé jöttem, este felé, könnyű kis melegben, mint valami ingben, félig boldogan, mely szónálom rokon az öntudatlannal, valami nehéz érzés sűrűsödött, állt össze bennem hirtelen, és csak rövid ideig. A Molnár utcán végig parkoló autók sora mögött, a sarokhoz érve, beszívva büszke motorok füstjeit, félig a holdra pillantva, az öreg, piszkos házak ablakaiból vacsora csörömpöléseit hallva, bizsergő, fáradt kezemben tartva táskám, nem tudva egy pillanatra aznap, mi történt velem, s hogy hova is tartok éppen, megálltam. Vagyis, mint egy hal, akit az éppen megakadt horog visszatart, megtorpantam. De csak úgy sportosan, könnyedén, mint a turista lennék, jobbra vagy balra, de mindjárt indul tovább, hogy megnézzem valami templomot vagy várat, talán éttermet keres. Megálltam, s hidd el, tényleg csak egy pillanatra. Úgy éreztem, már elindulnom többé nem érdemes. A szívemen csodálkoztam el, hogy milyen ideges, nyughatatlan szervem. Aztán meg mennyire üres, és még sincs benne hely. Nem neked, vagy másnak, akit szerettem addig, vagy ezután majd fogok, de magamnak nincsen. Az a szív bár bennem, de nem értem dobog. Zokogtam volna, hogyha még egy másodperccel tovább tart az egész. De elmúlt. A könyvzacskókból nem indulhatott meg olyan gyorsan a könnyezés, és léptem tovább. Még a táskám is meglobáltam kezemben játékosan. Ejha, mi volt ez? Megfordultam. Néztem a helyet, ahol korábban álltam. De semmi furcsa. Nem volt semmi ott. Elengedett akkor már, ami rövid időre megfogott. És nem volt aznap semmi rossz. Jött egy gyenge, könnyű este. Hamar hazaértem, és rád mosolyogtam is a kisgyerekre. Ami hír nélkül jött, addigra eltűnt nyomtalan. De elkezdődött azzal, hogy vége van.